Az olimpiával szerencsés voltam, mert azt nem csak képernyőn láthattam, hanem a pekingi olimpián személyesen is részt vehettem. Előtte óriási előkészületek, kaptam hepatitis védőoltást. Mondta a doktor néni utazás előtt 2 nappal, hogy 2 mellékhatásra készüljek fel. Rettenetesen be fog durranni a karom, és tényleg így lett, ennél hátrább nem bírtam rakni. Meg lehet egy brutális hasmenésem. Én a repülőtéri check-in pult az ilyen Frédi Béni járással mentem. Mondom, kérdezték, hogy folyosóra vagy ablak mellé. Mondom, tök mindegy, deszkája legyen. És már a repülőről csodálatosnak tűnt Peking. Mint Havanna lakótelep 1 a 25 000-hez. Tehát brutális, brutális nagyváros. Hát ott az olimpiai falut se úgy képzeljük el, hogy templom cukrászda önkori, hanem én a 17. emeleten laktam, és amikor a lift kínai urám köszönt zavaromban, alkudni kezdtem. És fantasztikus sportközvetítések voltak, a legemlékezetesebb egy boxmeccs volt, Pimpa nevű boxolónk játszott, a televízióban Gundel Takács Gábor közvetítette, a rádióban pedig Sipos János, Isten nyugasztalja, és volt egy pont, ahol Gundel Takács Gábor megakadt, de Sipi bácsinak sikerült tovább lendülnie, az évek és a rutin segítettek neki. Annyi volt, hogy a pekingi stáb 2 menet között odament Pimpa sarkába, ahol Pimpát instruálta Szantóicsi bácsi. És hát nyilván a kínai stáb semmit nem értett abból, mi történik ott. Gundel Takács Gábor és Sipi is csak ennyit mondott, hogy és most hallgassunk bele, hogy milyen instrukciókkal látja el Öcsi bácsi Pimpát. És annyi volt, hogy kamera oda, és ennyit hallottál, hogy üsd meg, mert megbaszhatjuk mindenkinek a kurva anyját. Kész. Gundeltit újra kellett indítani. Sipi bácsi meg szemrebbenés nélkül. Öcsi bácsi most azt próbálja elmagyarázni az ökölvívás nyelvén, hogy fel kell venni az ütéstávolságot, és akkor nem lesz semmi baj. Fantasztikus volt. A másik nagy közvetítés ugye Usain Bolt bármelyik futása volt. Én azon gondolkodtam, hogy ezek a jamaikaiak, hogy ezeket mi készteti arra, hogy gyorsan fussanak? Tehát jó idő van, napfény van, spangli van, hova? Hova? Miért? Hogy? Egyet tudok elképzelni, hogy így mennek ki reggel a marihuána ültetvényre, és egyszer csak szólnak, ég a kunyhó! Bazzeg, a spangli! És rohannak vissza, és egyébként Jamaikát is Kolumbusz Kristóf fedezte fel Amerika többi részével együtt, és azt így elképzeled, azt a fölfedezést, a jamaikaiak a bozótból nézik, hogy fővenyre kisiklik a csónak, jön ki a püspök nagy ruhába, keresztel, mögötte a páncélosok, ezek meg ott állnak, hogy... Nézd meg a korábbi videókat, vagy iratkozz fel, hogy az új epizódokról sem maradj le!